A magyar UFO kutató közösségi oldal bejegyzéséből az derül ki, hogy egy kisebb társaság lett figyelmes az igen színes fényben fürdő idegen tárgyra. A bejegyzést az oldalon a társaságból az egyik szemtanú tette közzé. A bejegyzésben az is szerepel, hogy a szemtanú szerint a különleges fényjelenség azonosítatlan repülőtárgy, azaz UFO lehetett. Állítása szerint drónok is körbevették az UFO-t. Néha ereszkedett, néha emelkedett, amikor jött egy drón vagy műhold. Jó sok fényképet csinálhattak róla, amiket én is szívesen megnéznék. Az idegen tárgyat mi is lefényképeztük, nagyon lassan mozgott, olvasható a bejegyzésben és a hozzászólásokban. Az ismeretlen tárgy az elmondások szerint kör alakú volt, a felvételeken mégis hosszúkás formát mutat. A beszámolóból az is kiderült, hogy a telefonok és a fényképezőgép is lemerült, sőt néhány felvétel rejtélyes módon el is tűnt. Stábunk felkereste a helyszínt, azonban ott jártunk, a szemtanú hölgy nem kívánt a kamerák állni, mert, mint elmondta, sokan támadják a bejegyzés közzététele óta. Megkérdeztünk más helyeket, hogy látták-e a különleges fényjelenséget. Nekem ez hihetetlen. Hihetetlen, mert találja? Hogy ufókval léteznek, szóval szerintem nincsenek. Én tartom az egészet, amit hallottam, vagy láttam a neten, szerintem egy játék csak. Nem sikerült olyan ember találni, aki látta volna a szivárvány színű tárgyakat, de az kiderült, hogy sokan hisznek benne, hogy léteznek az ufók, és akár Tiszaföldvár egén is megjelenhettek. Hiszek benne, hát mi róla a véleményem? Hát hiszek benne, mert azért láttam már több mindent. Biztos léteznek, egyértelmű, De most már annyi információ van, tehát egyértelmű, csak azt nem tudjuk, hogy hol tudunk elük találkozni, igaz? Miskolci László UFO kutató szerint azonban a Tisza földvári jelenségre más a magyarázat. A hiteles UFO jelenségek egyébként is csak rövid ideig láthatóak. Ön mit gondol?